Berek Gábor 14 éve kezdett el rendszeresen sportolni. A konni termeket látogatva erőemelésben kezdett versenyezni. A rangétát végigjárva magyar, majd később világbajnok lett ebben a versenyszámban. Újabb motivációt keresve 2014-ben áttért a testépítésre. Az első tavaszi szezonom az 2014 tavaszán indult, és ott világkupás lettem. Utána ősszel is indultam, ott több dobogós helyet értem el, voltam első, második, harmadik, de igazán ott egy picit kicsit megfáradtam, ott kicsit ki kellett volna hagynom, de ki is hagytam utána egy évet, pihenőt, és most 2016 tavaszán meg innen indultam, és fel tudtam készülni a magyar bajnokságra, Európa bajnokság és a világbajnokságra. Egy-egy nagy eseményre való felkészülése fél évet vesz igénybe minden alkalommal. A hét minden napján végzett edzésmunkával készült eddigi versenyeire, és nagyon odafigyelt az étkezésre is. A felkészülés alatt táplálékkiegészítőt is szokott fogyasztani. Megvan tervezve egy jó étkezés, és hozzá tudjuk rakni ezeket a fehérjéket, szénhidrátokat, zsírokat. Ez nekünk azért jó, mert gyorsan tudjuk bevinni. Tehát nem kell órákat főzőcskézni, stb., hanem tényleg az, hogy edzés után mondjuk egy 5-10 perc után nekünk fehérje kell, akkor azt meg tudjuk inni. A testépítő magyar bajnoki elsőség után Berek Gábor Európa bajnok lett. Így szerzett pótát a világbajnokságra is, ahol a mínusz 85 kg-osak mezőnyében lépett színpadra gyakorlatával. 6-8 bíró szokott ülni előttünk, és akkor megnézik a szimmetriát, a formánkat, az izomtehetséget, a szárazságunkat, hogy mennyire látszik az izomzat, meg a pózolást. Ugye a pózolás nekünk meg azt kell megmutatni, hogy mi a legjobb részeinket, a karjunkat, lábainkat, has, hát, mellizom, stb. Ezzel persze meg kell tanulni egy koreográfiát, és ugye ezt kérik is a bírók, és ezáltal tudják pontozni az összetett gyakorlatokat, és ezáltal tudják kivenni azt, hogy ki a legjobb. Nos, Berek Gábor lett a világbajnok súlycsoportjában. Így indulhatott az abszolút kategóriában is, ahol bronzérmet szerzett. Ahhoz, hogy egy testépítő nagy sikereket érjen el, nagyon kitartónak kell lenni. Lemondani olyan dolgokról le kell, ami káros lehet a testépítés szemszögéből, az mondjuk az alkohol, a cigaretta, tehát ezeket le kell rakni. Ez amúgy is le kéne rakni, hogy egészségesek maradjunk, de itt meg még fontosabb. Nekünk a legfontosabb az, hogy kitartó legyen az egész, az edzéshez, az étkezéshez, mert ez egy monoton dolog egy idő után, de akkor is nagyon szeretnék, hogyha szeretjük, akkor biztos, hogy jó formát tudunk hozni, biztos, hogy fel tudunk készülni egy versenyre, meg kell egy motiváció, például egy edző, hogy az segítsen folyamatosan neki azt, hogy fel tudjon készülni. De persze ez lehet magától és az ember, én is magamtól készültem fel. Berek Gábor továbbra is egyedül készül versenyeire. Ez évben a VABBA nemzetközi szervezet világbajnoka lett. Ám 2017-ben más szervezetnél is megméretteti majd magát.